Tokióból New Yorkba átmenet időszakosan itthon tartózkodó, mint a szovjet hadsereg Magyarországon. A Grishnyánival kapcsolatban hagyd mondjak egy apró emléket. Az utolsó képen látták a jaszát szemben a Schlossplatzon, és az első emeleten a jobb oldali ablak, ami a teraszra nyílik, ott dolgoztam én Yuri Rozanovval, a matematikussal, a szovjet matematikussal, aki ugye a Kolmogorov után a sztoasztikus folyamatoknak talán a legrobbia volt. És amikor Grishnyáni megjelent, mert minden évben kétszer eljött a Rajfával, az igazgatóval egyeztetendő az intézet dolgain, akkor Rozanovval minket zavartak ki a szobánkból. Mi elmentünk teniszezni, és gyanítottuk, hogy valószínűleg az egyetlen szoba volt a jaszába, ahol nem hemzsegtek a poloskák. És amikor visszajöttünk a teniszmeccs után, akkor ott volt két üveg grúz vörösbor és egy örmény konyak. És egyfajtában abban reménykedtünk, hogy mi hamarabb vissza fog térni Grishnyáni, aki egyébként a Kosygin sógora, beje volt. És mint ilyen, hát elképesztő nagy puvárja volt az akkori Szovjetunióban. Ha a Grishnyáni nincs, és nincs a McGeorge Bundy, aki a Kennedynek meg a Johnsonnak volt a nemzetbiztonsági tanácsadója, és az őtől származik az ötlet, ezt Rajfától hallottam akkor, hogy alakuljon egy közös intézet, Kelet-Nyugat, Pariba, 6-6 ország nagyjából. És azzal indokolta, hogy ha a fiatal tudományos emberek nem tudnak egymással beszélni Nyugatról és Keletről, akkor jön a nukleáris holokauszt. Úgyhogy ebből a szempontból a jaszának elképesztően fontos szerepe volt. Most én hagyj vigyem vissza önöket, hát most már nem 15 évvel, nem 30 évvel, hanem 50 évvel. Tudnék, a helyzet az, hogy elég korán angazsálódtam az intézettel kapcsolatban. Amikor én a 72-ben a műegyetemen végeztem, akkor a külső bírálom azt írta a diplomunkámra, ha ezt beadják egy kutyának, akkor az megdöglik. Ugyanis a diplomunkának az volt a címe, hogy sztohasztikus lineáris hidrológiai rendszerek identifikációja. Hát ez kétségtelen, hogy egy kutyának nem tesz jót, de valahogy egy olyan, nem is tudom, olyan epitaton ornanszra tettem szert akaratomon kívül, hogy itt van, hát akkor én Angela Davis hajam volt, még volt. Egy olyan hírre tettem szert a szakmán belül, hogy hidrológián belül, hogy hát itt van az a gyerek, aki mindenféle ilyen rafinált jelekkel foglalkozik, mert matematika, mert itt tudom. De tűrjük. Tűrtek is. Még nem aztán 72-ben ugye megjelent ez a fontos könyv, a Limits to Growth, amit azért inkább toleráltak. Mi hozzá tudtunk jutni a könyvhöz, és ez nekem egy nagy mellbecsapás volt a könyv olvasása. Ami nagyjából úgy szólt, hogy van 50 évünk. Ma is ezt mondjuk, hogy van 50 évünk, szóval ez egy ilyen moving average, ami megy előre. De nagyon sok minden dolog kijött abból a jelentésből, amiből számunkra, akik modellezéssel, hidrológiai modellezéssel foglalkoztunk, elég nyilvánvalóvá vált, hogy egy dolog hiányzik belőle, a víz. Márpedig az, ami az élelmiszerbiztonságot, általában a biztonságot, az energiabiztonságot, a populáció növekedést összeköti. És akkor ugye elkezdtünk erről beszélgetni, nagyon szűk kocsmai beszélgetések itt a Dunaparton keretében. Hát tulajdonképpen ez volt az a wake-up call, ami jó néhányunkat abba az irányba terelt, hogy valahogy a víz, mint globális commodity nem nagyon volt tárgyalva, és az talán jó lenne pótolni. 73 elején találkoztam Babár Ferenccel, egy közös barátunk, Magyar Pál, aki akkor jött haza a Connecticutből, ahol a PhD-jét megvédte globális hidrológiai folyamatokból, ami hát jellemző a hazai viszonyokra, azt a Magyar Tudományos Akadémia nem fogadta el kandidátusi disszertációnak. De ezt Magyar Pálnak nem szegte a kedvét, és azzal törődött, hát hogy akkor már 50 plusz volt, hogy egy-két fiatal embert próbáljon valahogy helyzetbe hozni. És így kerültem el Rabár Ferihez, aki mondta nekem, és akkor együtt voltatok kéne, ez valószínűleg 73 eleje lehetett, mint az Infalur igazgatója, mondta, hogy hát valami történhet a jaszában vízzel kapcsolatban,
mert hiszen ez a tervezési konferencián a víz mint olyan megjelent, mint önálló tétel, méghozzá Lyotov szovjet akadémikusnak az előadásában. A Lyotovról tudni kell, hogy ő a Japunov stabilitással foglalkozott, egyfelől, mint elméleti matematikus, másfelől pedig a MiG-29-esek tervezésével. Ez a kettő ugye együtt járt azokban az időkben. De hát a vizető még azt hiszem, hogy azon az állásponton volt, hogy nem isszuk meg a kutatás tárgyát. Tehát ő nem nagyon foglalkozott vizekkel, és hát az volt a nagy koncepció, hogy a víz globálisan, regionálisan és lokálisan, az tulajdonképpen egy nagy háló, ezt át lehet fogalmazni egy lineáris programozási feladattá, hívjuk meg a George Danzigot. Így került a George Danzig a JASA-ba, akivel egyébként úgy találkoztam a rákövetkező évben, hogy mint hogy Pista is, az újonnan jötteket a Haus Rosenauerban szállásolták el Badenben. És megérkeztem november 8-án, és mondták, hogy menjek este el a pincébe, mert buli van. Elmentem a pincébe, ott volt egy ilyen pici kis ember, egy nagyon nagy altszaxofonnal, és egy nagyon magas ember, egy nagyon pici tenorszaxofonnal, és ott jammeltek egymással jazzt. Na ez volt a JASA, mert a kisebbik ember volt George Danzig, a nagyobbik ember volt Jalin Koopmans, aki akkor kapott Nobel-díjat. Szóval azoknak, akik jelentős kisebbségi komplexusokkal megáltott közép-kelet-európaiak voltunk, hát ez egy iszonyatos nagy szemkinyitó felismerés volt, hogy ilyet lehet csinálni. Ilyen van. És akkor 74 elején, amikor felmerült a JASA-ban, valószínűleg a Lyotovnak a javaslatára, de ezt nem tudom igazolni, hogy kellene egy olyan nagy léptékű projekt, ami tulajdonképpen a vízgazdálkodás beteg lovaként értelmezhető, és a JASA ezen tudna gyakorolni. És közel van. És van benne egy olyan megosztottság is, ami hát a két világrend akkori megosztottságát jellemzi, bár Jugoszlávia akkor azért középen volt nagyjából. Így esett a választás a Tiszára. Tehát elkezdődött egy beszélgetés, 73 vége fele, 74 eleje, hogy legyen egy Tisza projekt, amely nagy, komplex, többcélú vízgazdálkodási rendszer modellezésével és üzemirányításával foglalkoznék. És akkor, talán április lehetett, kihívták az Országos Vízügyi Főigazgatóság akkori államtitkárát, hogy beszéljen erről. Az államtitkár kért egy briefinget, hát ezek ilyen modelleket akarnak csinálni, mindenféle matematika, még ilyen furcsa S betűk vannak benne, hogy hát azért vigyél magaddal valakit, aki ezeket, hát talán nem is érti, de legalább szimulálja. Na, itt kerültem a képbe. De az első számú funkcióm az a bőrönt hordó volt, mert én cipeltem az államtitkárnak a bőröngyét. Háromnapos ülés, Luxemburgban akkor már a félig restaurált Habsburg kastélyban, és felkérték az államtitkárt ott a helyszínen, hogy tartson egy előadást a Tisza vízgyűjtő vízgazdálkodási problémájára, a több célú hasznosítására, de hát a több cél optimalizálása, úgy tetszik. Hát ugye az államtitkára az volt a jellemző, hogy nem nagy diverzitással beszélt a nyelveket. A magyar zömében hirdette, de már a ragozásig nem nagyon jutott el. És akkor adta ki azt az ukázt a segédeinek, hogy majd az a gyerek, az ott majd van. És akkor elkezdtem a feladatról beszélni, meg hogy mit tudunk. És akkor a Vituki az egy, amit sikeresen ez a kormányzat lerombolt. A Vituki egy fantasztikusan jó intézet volt, Közép-Európa talán legjobb víztudomány intézete, és annak az eredményét is én iparkodtam bemutatni. De az előadás közben bejött egy hiányosan ám göndörhaj úr, aki leült és véghallgatta a mondandómat. Ez volt Howard Reifer, az intézet első igazgatója. Ugye az intézet úgy működött, hogy az executive volt mindig amerikai volt, a döntéshozó, tehát a council, az pedig mindig szovjet volt. Tehát így voltak Visjáni, és így volt a Reifer. A Reifer egyébként Harvardról jött, a Kennedy School of Governmentnek volt a professzora, és több kritériumű döntéselemzés volt a szűkebb területe. Hát és miután erről egy ilyen probléma, ez tipikusan egy több kritériumű probléma volt a Tisza
üzemirányítása, ami azóta egyébként működik. Oda jött a végén, és azt mondta, hogy hát ez egy érdekes dolog volt, ez beleillik az intézet profiába, nem lenne kedve kijönni 3 hétre. Hát ugye akkor mi úgy voltunk szocializálva, hogy bináris válaszokat nem nagyon tudtunk adni, hogy igen vagy nem, hanem a szürke állományba kentük el, ez a fuzzy döntéshozatalban, nagyon erősek voltak a magyarok. Ezt javasoltam, hogy beszéljen talán az államtitkára. Az államtitkára, aki tolmácson keresztül, én voltam a szerint tolmács, nem tudott nemet mondani, mert hát mégiscsak a Magyarország belép ebbe az intézetbe, ott van egy nagyhírű tudós, és én nem voltam akkor semmiféle intézménynek a tagja, csak egyszerű bőrönt hordó tolmács, de végül is odaengedtek 3 hétre. És akkor alakult meg a Liotov tanácsa alapján a Water Project, aminek a vezetésére meghívtak egy lengyel akadémikust, Zdzisław Kaczmareket, akinek tározás elmélet volt a területe, hát főleg ilyen Markov láncokon alapuló tározás elmélet. Egy nagyszerű ember volt, és akkor próbált összeválogatni egy fiatalok való brigádot, akkor került oda Eric Wood, aki az MIT-n végzett, és éppen a Princeton Egyetemen volt a víztanszéken. Akkor került oda a Yuri Rozanov, aki ugye matematikus volt, de a tározás elméletnek bizonyos részét ezt nagyon tudta. Egy bulgár fiú, Gulyevski, meg én. Így kerültem oda 74-ben, először 3 hétre, majd 1 évre, amit utána meghosszabbítottak. Most említette István az elején, hogy kapcsolati tőke. Én ezt talán úgy fordítanám, hogy az én esetemben ez egy kapcsolati maffia volt. Egy kapcsolati maffia, amit mind a mai napig élvezek, és annak a szekunder hatásait is. Olyan emberekkel kerültem kapcsolatba, akik voltak éppen meghatározták a pályámat. Az elmúlt 30 évben az ENSZ-nél dolgoztam, az UNESCO-nál egy tudományos programnak voltam a vezetője. Ha nincs JASA, akkor a nemzetközi hidrológia tudománya ma nem tartana ott, mint ahol tart, mert nagyon sok embert lehetett ez ebbe bevonni. Na most a JASA-ban merült fel, pontosan annak a római klub jelentésnek a kapcsán, hogy hol van a víz, hogy lehet a vizet valahogy úgy felemelni, hogy észrevetődjék nem csak a szakmában, hanem a politikai közösségben is, hogy a víz lesz a jövő egyik, ha talán nem a legfontosabb problémája, hiszen a könnyű vízhozzáférésnek előbb-utóbb vége lesz. Ezek félve kimondott mondatok voltak ott, a Luxemburgban egy pár ember között. Mellesleg én abban a szobában dolgoztam, ahol a kalapos király született. Szóval ez olyan inspiratív környezet volt, ami hihetetlen. És azt próbáltuk akkor, a globális modellezés rendkívül durva volt, hát ha megnézik a római klubnak a Limits to Growth jelentést, hát gyakorlatilag a Föld gazdasága, környezete, gazdagsága, az tulajdonképpen 6 kontinensre van felszabdalva, és közte pedig folytonossági egyenletek teremtenek valamiféle egyensúlyt. De hogyan lehet ezt modellezni? Hát akkor az a PDP az mennyi volt? 64 kilobajtos a JASA-ban? Nagyon keveset tudtunk akkor arról, hogy mennyi víz van a Földön. Az összes víznek mindösszesen 2,5%-a édes víz. Annak az édes víznek 60%-a állandóan megfagyott állapotban van, a két póluson, a permafroston, a gleccserekben és az állandó hótakarokban. Szóval ami végül is marad, az egy nagyon kis vízmennyiség, ami rendkívül törékeny. Az összes vízmennyiségnek mindösszesen 0,007%-a, ezreléke. Hát ugye ez, amit a diákim semmit nem egyeznek meg arról, amit mondok hidrológiából, de az, hogy ez a James Bond fenomena, azt megjegyzik, mert erre lehet emlékezni, és arra is lehet emlékezni, ez egy rendkívüli, sebezhető készlet. Amit az emberiség tett az elmúlt időkben, az volt, hogy teljesen megváltoztatta a hidrológiai ciklus működését, beleértve a víz minőségre gyakorolt hatását is. Az összes szennyezés 80%-a tisztítás nélkül kerül be a befogadókba, aminek a nettó eredménye az, hogy a Mediterrániumnak a litorális zónája gyakorlatilag megvan.
halva. Ez egy rendkívül komoly probléma, ami most, ez egy időzített bomba, amin most ülünk. Az elmúlt 30 évben az édesvízi élőlények biomasszája megfeleződött. A biodiverzitása elképesztő módon csökkent. Minden évben 6-8 millió ember hal meg évente vízzel kapcsolatos katasztrófák következtében. És azt próbáltuk megvizsgálni, és az tulajdonképpen a JASA indított el, hogy melyek azok a meghajtók, amelyek ezeket a globális változásokat indukálják vízzel kapcsolatban. Vajon a népesség növekedése, vagy pedig az akkor már szűk szakmai meteorológiai körök, meteorológus körökben beszélt klímaváltozás. Hát ne felejtsük el, 74-ben még 3 év van hátra az első klímakonferenciáig Villachban, ahol is a két iskola összecsapott. A szovjetek azt mondták, hogy egy interglaciális periódusban vagyunk, és le fogunk hűlni. Az amerikai azt mondták, hogy nézzétek meg a Manoa-Loa-i hoki görbét, ami a széndioxid koncentráció exponenciális növekedését mutatja, aminek a nettó következménye az atmoszféra felmelegedése lesz. Tehát itt egy nagy vita folyt akkor, amit azt hiszem most is érdemes megfelelő kontextusba helyezni, hogy vajon melyik a legnagyobb meghajtó? A népesség növekménye és a szekunder hatások, a mezőgazdasági termelési mód átalakulása, az urbanizáció a rurális területekre, az urbánus területekre, vagy pedig a klímaváltozás. Nos, mindenképpen az első, tudnék, ha csak a 20. századot nézzük, akkor a 20. század elején volt 2 milliárd ember, 20. század végére volt 6 milliárd ember, a múlt héten az ENSZ előrejelzése szerint volt 8 milliárd ember, 8 év múlva lesz 9 milliárd ember, pontosan 100 év múlva 2020-ban most már egy logisztikai görbévé megy át a duplán exponenciális növekmény, akkor pedig lesz 12 milliárd, ami a fenntarthatóság korlátja. És onnantól kezdve átbillennek a rendszereink. Azaz, túl vagyunk azon, amit a pilóták úgy hívnak, hogy point of no return. És ennek a következményei nagyon kellemetlenek lehetnek. Amit lehet látni az ipari forradalom óta, az, hogy exponenciális a széndioxid kibocsátás. Amit lehet látni, hogy lineáris növekmény csak az elmúlt 150 évben, amióta reguláris klíma észleléseink vannak. Ma 1,4 fokkal van melegebb, mint a pre-industriális korban, tehát az ipari forradalom előtt. Pontosan ez a lényege annak, hogy a vita, a párizsi klímamegállapodás, hogy 1,5 fok fölé ne emelkedjék a hőmérséklet növekmény. Ennek az évszázadnak a végére, mert akkor belengenek a rendszereink. Ami exponenciális, az az antropogén eredetű nitrogénkötések, ami növekedése. Exponenciális a parti zónákba a nitrogénfluxusok növekedése. Exponenciális a trópusi esőerdők kihalása. Exponenciális a fajok kihalása, már legalábbis az ismert taxonómia szerint. Minden exponenciális. Beleértve a McDonald's éttermeknek a növekedését. Na most, ha ez igaz, már pedig úgy tűnik, hogy igaz, akkor az a hipotézis, hogy egy stacionáris világban élünk, annak vége van. Azaz a jövő nem lesz, mint a múlt. Nem az lesz a várható értéke, nem az lesz a szórás négyzete, nem az lesz a korreláció struktúrája, nem az lesz a spektrális eloszlása. Egy egészen más dologgal állunk szembe. Ha ez pedig igaz, és ez az, amit az intézetben kezdtünk el közelebbről vizsgálgatni, akkor alapvetően át kell értékelnünk a tervezési módszereinket. Ugye itt, ahol vagyunk, az 500 évenként, statisztikusan 500 évenként egyszer előforduló árvízre méretezik a partfalakat, a hidakat. Hát ez mindenütt így van, az Egyesült Államoktól kezdve az összes nemzeti standard ilyen koncepciókon alapszik, hogy például a külterületeken a 50 évenként egyszer visszatérő árvízre méretezik az árvízi töltéseket. Csak azt vettük észre, kb. A 20-as évek óta, hogy a 100 éves árvíz 20 évenként fordul elő. Ugyanazt kellett tapasztalni, mint a fizikusok pont 100 éve vagy 110 éve, hogy amikor egy észlelési adat kilógott a prekoncepcióból, akkor az adatot tekintették hibásnak, és nem az elméletet.
Hát annak is ez volt ez a hiba. Nem az adattal van a baj, hanem az elmélettel, ami a stacionalitás feltevésen alapszik. Hogy mondjak el egy történetet, ez még belefér. 20 évvel ezelőtt Prágában volt egy nagyon nagy árvíz. Olyannyira nagy volt az árvíz, hogy elöntötte a metrót, ami 6 hónapig nem működött. Én akkor a Nemzetközi Hidrológiai Programnak voltam az igazgatója, és akkor egy-két ilyen gurut elhívtak oda, hogy mi a véleményük. Hát nekünk nem volt véleményük, mert a helyiek sokkal jobban tudták, hogy mi történt. Jött egy újságos, és megkérdezte, hogy ez milyen gyakran fordul elő. Mondtam, hogy tanult kollégáim, a cseh hidrológusok azt mondják, hogy ez egy 200 éves árvíz volt, ami statisztikusan egyszer fordul elő 200 évente. Azon a feltevésen, hogy amint a homogén, azonos eloszlás és függetlenek az elemek. Tehát ez bármikor előfordulhat. Igen, mondta az újságíró, de tavaly is volt egy 200 éves árvíz. Ez hogy lehet? Hát ez úgy lehet, hogy a tavalyi árvíz, miután függetlenek a mintelemek, a tavalyi árvíz a megelőző 200 év utolsó évében fordult elő, a mostani pedig az elkövetkezendő 200 év első évében. Matematikai statisztika szempontból abszolút kóser. Ezzel semmi baj nincsen. Igen, de ezek az újságírók, ilyen rafinált emberek. Azt mondta, hogy hát a baj azt tudja, hogy tavaly előtt is volt egy 200 éves. Itt áll meg a tudomány. Azaz a módszerinket kell alapvetően átstruktúrálnunk. Hol vannak azok az átbillenési határok? Amiről most már sokat beszélnek. Nagyon érdekes cikke volt Jan Rockströmnek a Nature-ben pár évvel ezelőtt, aki azt igazolta, hogy ami a biodiverzitás veszteségét illeti, vagy biodiverzitás veszteségét, túl vagyunk az átbillenési határon. Ami a klímaváltozást, illetőleg az üvegházhatású gázok koncentrációnak a növekedését illeti, túl vagyunk a határon. Ami az édesvizet illeti, ott semmi baj nincs. A határ az a 4000 köbkilométer évente a 42000 közül, ami a határ, és akkor 10 évvel ezelőtt voltunk 2600 köbkilométernél, ami mára majdnem elért a 4000-re. Még 5 év, és ott vagyunk, plusz minusz epsilon, szóval ezt nem lehet teljesen pontosan megbecsülni. Akkor ott vagyunk, hogy elérjük azt a korlátot, amin túl kezdenek összeesni és kikapcsolódni a rendszerünk, hiszen az antropocénba léptünk, egy olyan új, ha úgy tetszik, geológiai korba, aminek ami úgy manifesztálódik, hogy teljesen megváltoztak a rendszereink. Teljesen megváltozott a hidrológiai ciklus. Csak a 20. századot tekintve, ezt a Zürichi Reinsurance Company-tól kölcsönöztem az ábrát, ami a 20. század katasztrófáit mutatja, a cunami, földrengés, sáskájárás, minden ilyen természeti katasztrófa. Amiből is látható, hogy de ebben nincs benne a cunami, a 90%-a a vízzel kapcsolatos, nem természeti katasztrófáknak az vízzel kapcsolatos. Nevezetesen az árvízzel és az asszállyal. Az árvíz egy nagy dinamikájú jelenség. Megdöbbentő. Az asszály egy lassú dinamikájú jelenség, de az a legnagyobb gyilkos. Ez egy ilyen lopakodó dolog. És hogy ez javulni fog-e? Nem valószínű. Nem valószínű, mert azt hittem, talán emlékszel, Pierre Morel, ő volt a klímaprogramnak az igazgatója 91-92-ben. És akkor neki rohant, ő egy ilyen flamboyant francia klimatológus, aki nekünk támadt, hidrológusoknak, ha ti nem tudjátok bebizonyítani azt, hogy a hidrológiai ciklus gyorsul, akkor nincs klímaváltozás. Ha be tudjátok bizonyítani, vagy észlelitek, akkor van. Hát a rossz hír az, hogy ezt az elmúlt 30 évben be tudtuk bizonyítani. Tudnélék, a hidrológiai ciklus felgyorsul. Márpedig, ha így van, akkor a szélsőségek valószínűsége megnő. De úgy, hogy azon közben a vízmennyisége ugyanannyi marad, mint ami a holocénben az elmúlt 10 évben volt. Azaz több lesz az árvíz, gyakorabb lesz, nagyobb lesz a gyakorisága és az amplitúdója, de azon közben több lesz az asszály is. De az egyensúly fennáll. Hát ez az, aminek voltaképpen tanúi vagyunk. És van itt egy kérdés, hogy kevesebb víz jut az emberiségre egy főre. Hát ez nem hipotézis, ez tézis. 1980-ban volt 15 000
köbméter évente fejenként, ennek nagy szórása volt Kanadában 120 ezer, Jordániában 70 köbméter évente fejenként. Ma pedig ez a 12 ezer szám, ez leesett 5 ezerre. Nem fogunk, tehát egy lineáris extrapolációt nem lehet tenni, nem fogunk kifutni a vízből, pontosan azért, mert a ciklus egy állandóan megújuló ciklus, de ez komoly nehézségeket fog jelenteni. Pár évvel ezelőtt szalag címén jelent meg az, hogy változik a klíma, itt nagy gáz van. Hát, hölgyeim és uraim, a klíma az 4 milliárd év óta változik. Ha az nem változott volna, akkor nem lennénk itt. Alapvetően. Ami változik, az az antropogén hatás. Ami változik, az az, hogy azt észleljük, hogy a múlt század, az 20. század 20-as éveitől kezdve megbolondultak a rendszereink. Nem úgy viselkednek, mint előtte. Mert az ipari forradalom óta akkumulált hatások addigra érték, mint a rendszer elképesztően nagy inerciájú rendszer, akkora érték el a hatásaikat, hogy ez észlelhető legyen. Az a példamutató volt abban, az interdisziplináris kutatásban, hogy a különböző szakterületeket, legyen szó biodiverzitásról, vagy ökológiáról általában, hidrológiáról, a társadalmi meghajtókról, össze tudta kapcsolni nagy rendszerek, és egyre finomabbak lettek ezek a modellek, még akkor is, hogyha bizonytalanak voltak az előrejelzései. Ez az első IPCC reportból van, az Intergovernmental Panel of Climate Change, ahol még egy nagyon nagy bizonytalansági sávot jósolnak 2100-ra, valahol 1,8 és 6 fok között. Most ennek a konzekvenciája nem ekvivalensek, mert alapvetően eltérnek, hogy melyik szenárió következik vajon be. Ahogy említettem, az aszályosság növekszik. De ennek ez már naponta manifesztálható és elkapható. Lake Mead, ez a Boulder Gut mögött lévő víztározó, amit letagadom, hogy erre hivatkoztok, amit a maffia épített azért, hogy Las Vegas-t ellássa a vízzel. És ez eddig remekül működött. De most olyan szárazság van, hogy Las Vegas vízellátása bajba került. Tavaly Vancouvertől északra 48 fokot mértek. Hát aki járt Vancouverbe, azért az elég szokatlan jelenség. Az idén a Loire mellékfolyói kiapadtak. Amire nem volt, hát a galok rendkívül büszkék arra, hogy 2000 évesek a feljegyzések. Nem volt írott rekord arra, hogy ilyen, ez megtörtént volna a Loire-ról, vagy a Vistula az idén nyáron. Azon közben, a másik oldalon pedig azt észleljük, hogy megnövekszik a szélsőséges árvizek száma, a villám árvizek száma. Egy olyan kontinentális klímájú országban is, mint Magyarország. A Rinya-patak, a Balatontól délre van, pár évvel ezelőtt egy olyan intenzitású árvíz vonult le, ami megbontott a vasúti töltéseket. Vagy pedig tavaly erre mindenki emlékszik, az Ár folyó Németország nyugati részén. Egy elképesztő, olyan mértékű villám árvíz keletkezett, ami szó szerint kiütötte a hidrológia előrejelző modelleket, mert a szoftverészek beraktak egy olyan felső kontrollt, hogy ennél nagyobb víz, az biztos, hogy hiba. És akkor az discard, azzal nem törődik. Németország Európa legiparosodottabb országa, elképesztő infrastruktúrával lefagyott a helyi adminisztráció. Megszűnt az áramszolgáltatás. Kiadták a hírt, hogy meneküljenek az emberek, meg el fogja őket önteni. Az emberek lementek a garázsba, kimenteni a Mercedes-t, megszűnt az áram, az ajtók automatikusan bezárultak, és ott fulladtak meg 120 ember. Szóval ilyen katasztrófával nem nézett eddig szembe az emberiség. Pár nappal később Belgiumban, Catania, ahol októberben ritkán esik az eső. Ázsiában megnövekedett a villámárvizek előfordulása. Pakisztánban az idén is pár évvel ezelőtt 44 milliárd dollár veszteséget szenvedett az Indus folyó árvizében. Brisbane, én időmre egy részét ott dolgozom. Olyan árvíz volt 10 évvel ezelőtt, hogy új látogatók jelentek meg a városon belüli vízfolyásokban. Így néz ki a Rajna egy bizsúbolt belsejéből.
De nem kell messze mennünk. Az LNV a legnagyobb víz, ameddig volt a Dunán. 9 évvel ezelőtt. Sokan attól aggódtak, hogy ez elmossa a parlamentet. Sokan meg attól, hogy kár, hogy ez nem így történt. Szóval ennek dacára nem tudjuk kommunikálni egyszerűen azokat a nagyon fontos üzeneteket, amit mindenképpen kommunikálnunk kellene. Mert a JASZ-ában ez volt nagyon jó. Ott megtanítottak minket arra, hogy kell egy prezentációt csinálni. Jött egy beszéd és értelemtanár, aki elmondta, hogy még nem dacára adogok, hogy kell egy előadást megtartani dadogás nélkül. De hát ez így volt. Úgyhogy sajnos a tudományos embereknek a kommunikációs készség hiánya az egy nagy hátrány. És ez tulajdonképpen a már a mába viszel, mert ami várható, grosso modo, hogy a klímaváltozás hatásainak körülbelül a 80%-a vízen, víz által és vízen keresztül manifesztálódik. Akár az aszályokban, akár az árvizekben, akár az élőlények számára, az ökoszisztémák számára a vízhozzáférésben. Tehát két opciónk van a klímaváltozás, az egyik val felvenni a harcot, az egyik a mitigáció, hogy lecsökkentjük az üvegházhatású gázok koncentrációját, hogy ne emelkedjék a hőmérséklet ennek az évszázadnak a végére. Hát 1,4 foknál jobban. Másik az adaptáció. Márpedig, ha 80%-a a klímaváltozásnak a vízen keresztül van, akkor a vízgazdálkodás, vagy a vízzel kapcsolatos gazdálkodás ajánl egy olyan lehetőséget, ami segítségünkre lehet, hiszen túlzott optimizmusra nem számíthatunk arra semmilyen szinten, mert a helyzet valószínűleg rosszabb lesz. A regionális szimulációs modellek, hangsúlyozom, ezek nem előrejelző modellek, ezek hosszú távú szimulációs modellek, és attól függ, hogy milyen peren feltételeket adnak meg, vagy kezdeti feltételeket, jönnek ki a végeredmények. Az optimista szenárió szerint is közép, tehát Magyarországon 1,5 és 2 fok közé, a pesszimista szenárió szerint pedig 6 fok fölé emelkedik a hőmérséklet növekmény ennek a századnak a végére. Most abból lehet látni, hogy a víz mennyire fontos, hogy nincs víz, és már nem tudok beszélni se lassan. Úgyhogy be is fogom fejezni. Tehát ennyit kell erről a dologról talán tudni, hogyha 6 fokon túl megyünk, akkor egészen veszélyes következménye lehetnek már most. Ez nem doomsday szenárió, hanem egy lehetőség. Olvadnak az alpi gleccserek, ezt most már 30 éve látjuk. Meddig olvadnak? Amíg van bennük jég. És a gleccser nyelvek húzódnak vissza, ezt lehet látni. Egyszer csak elfogy az utánpótlás. Azaz, egy vízből időszak után valószínűleg jön egy hosszabb aszályos periódus. Ha jön egy aszályos periódus, akkor pedig a Dunán, én ezért mentem el 89-ben Magyarországról, gátakat kell építeni, vissza kell fogni a vizet, ki elmegy a sziget közül a víz, ki fog a víz futni Paks alatt. Tehát itt nagyon komoly döntéseket kell meghozni az elkövetkezendő maximum 10 évben, hogy ezekkel lehessen foglalkozni. Na most ugye, tehát itt van a krízis, mit jelent a krízis? Etimológia, a krízis azt jelenti, hogy dönteni kell. Most vagyunk a döntési pontnál. Vagy megpróbáljuk National Academy of Science-től vettem át, vagy megpróbáljuk az antropogén kibocsátásokat visszafogni, vagy pedig egy olyan forró föld fölé futunk, ami 80 év múlva élhetetlenné teszi. Ez szenárió, ez nem előrejelzés, plusz-minusz. Ami, ha egyesül azzal a populáció növekedéssel, ami 100 év múlva várható, hát az nagy gondokat fog okozni. Tehát mindenképpen az adaptív vízgazdálkodásra kell rátérnünk. Vagy azt tesszük, hogy oda megyünk, ahol a víz van, vagy pedig mi visszük a vizet oda, ahol mi vagyunk. Vagy a kettő lineáris kombináció, valamit a kettő között. Tehát a vízgazdálkodás strukturális részének a negálása,
ami az elmúlt 30 év kormányainak egyik alaphipotézise volt, azt meg kell változtatni. Egy paradigma váltásra van szükség. Ami ebben elképesztően sokat segíthet, az az, hogy a tudomány és a technológia a környezet tekintetében az elmúlt 50 évben, és ebben a JASZ-nak volt katalitikus szerepe, katalizátor szerepe, elképesztően sokat változott. Pontosan a komplexitás és a rendszerek összekapcsoltsága következtében. Ha már olyan rendszereink vannak, amik az észleléstől az árvízi előrejelzésen át küzdenek egy SMS-t, hogy menj el, mert egy óra múlva bokádig fog érni a víz. Emögött elképesztően nagy tudomány van. Ma órára tudjuk a csapadék előrejelzések, nagyon pontos csapadék előrejelzések következtében meghatározni, hogy most teniszezni megyünk-e, vagy kocsmába. Na most ezt a publikum nem látja, mert fog egy applikációt, és akkor ott megvan, és megmondják neki. De hát ami emögött van, az tudomány. És az észlelő rendszerek. Ma 24 hidrológiai releváns szatellita kering a föld körül, amelyek hihetetlen mennyiségű adatot, akár a csapadék adatokat, de most már ott tartunk, hogy a felszín alatti vízteste kiterjedését is lehet mérni, méghozzá a föld az nem egy golyó, bis, hanem egy krumpli, attól függ, hogy a gravitációs mező az hogy változik is. Ugye tulajdonképpen ezeket a gravitációs anomáliákat méri két szatellit, amit forog körbe, lézerrel vannak összekötve, ha van egy hupli a gravitációs mezőben, akkor bele akar esni, de nem esik bele, viszont azt az elmozdulást egy lézer sugárral meg lehet mérni, és lehet kalibrálni, hogy mi okozta azt az elmozdulást. Tehát ez hihetetlenül nagy mennyiség. Amikor én diák voltam a műegyetemen, a holocén elején, akkor miniszoknyás lányok méricskélték, hogy mi történik a nagyon komplex geometriájú vízfolyásokkal, mert ezt nem tudtuk numerikusan modellezni. Amikor végeztem, akkor ebből egy nagy doktorit lehetett írni, hogy a fokozatosan változó nem permanens vízmozgás különböző peremfeltételek mellett hogy oldható meg. Ma ezt valaki nem tudja, azt kirakják a vizsgán. Az én diákjaim egy olyan problémával foglalkoznak, hogy mi a víz és a szediment kölcsönhatása, ami egy rendkívül bonyolult probléma. Ugye az Einsteinnek a fia, Hans Albert, aki hidraulikus, mérnök, akkor megkérdezte tőle a papácska, hogy mivel foglalkozol, fia, azt mondta, hogy a szediment és a víz kölcsönhatása. Hú, az túl komplikált, azt én nem értem. De eljutottunk oda 100 év után, ezt lehet modellezni. Háromdimenziós sebességtereket tudunk modellezni. Minden áldott nap 1 terabájt hidrológiai releváns információ jut a Földre. 1 terabájt az 1 darab. 1-es és 18 darab 0. Hát az egy nagy bébi. És a kihívás most az, hogy még az én generációm azzal szembesült, hogy nincs elég adat, hogy a tervezés kockázatát csökkentsük. A mostani generációk pedig arról panaszkodnak, hogy túl sok adat van. Hogy tudjuk a mintázatot kiszűrni abból a térben és időben elképesztően bonyolult rendszerből. De vannak erre algoritmusok, vannak erre a tanuló algoritmusok. És nagyon nagy fejlődés történt az elmúlt 20 évben. Visszakanyarodva a JASZ-ra, nagy mértékben a JASZ-nak köszönhetően. Ugye Somlyődi Laci, meg akik utána jöttek, hogy aztán egy olyan katalizátorként működött, és pontosabban, hogy Kelet és Nyugat legjobbjait hozta össze, aminek hatását nehéz túlbecsülni. Eljutottunk a fenntartható fejlődési célokhoz, amiről most folyik a vita. És hogy azok ugye nem lesznek fenntarthatók. Amivel szoktam zárni a beszédeket, az, hogy tulajdonképpen jó lett, ezt egy egyszerű mátrixban szoktuk prezentálni, de ennek van egy központi eleme, ez pedig a víz. Mint látjuk, száradunk ki, ha nem kapunk vizet a szervezőktől. A víz gazdálkodás az nem egy technikai probléma. Az egy szociális probléma, de ha szociális probléma, akkor politikai probléma is. És itt van megint egy kommunikációs gap. A szakma nem tud a politikummal normálisan beszélni. Jól lehet, mondjuk ráférne egy analízis, egy kurzus a politikusokra, hogy nagyjából megértsék, hogy miről beszélünk. Hanem alapvetően egy etikai parancs. És tulajdonképpen a fenntartható fejlődésnek is ez a lényege. 32 definíció, amiből 30
ellentmondásos. Az etikai definíció, és szerintem a legjobb definíció az az, hogy nincs arra jogunk, hogy egy elrontott környezetet hagyjunk a következő generációra. Basta punto. Ha ezt elfogadjuk tervezés alapelvként, akkor onnan minden érthető. Találtam három fotót, valahol még vannak. A leges legeljéről, 73, mi Mödlingben laktunk, baloldali, a gyermekém anyja. A középső úr, Enda O'Connell, aki az Imperial College-nak volt a professzora, a hidrológus professzora. A jobboldali ember, akit talán ismersz, Pista, János Kindler. János a 70-es években komplex izgazdálkodási rendszerek modellezésével foglalkozott. Akkor itt voltak az interdisziplináris, feleségem szerint interdisziplináris berúgások, ezek jószerűvel baráti beszélgetések voltak. Aki baloldalon van, John Casti, írt egy négykötetes nagy munkát a dinamikus programozással, talán a legjobb könyv, amit a Bellman óta valaki elkövetett. Eric Wood, jó barátom volt, közösen írtunk egy könyvet, a real-time előrejelzésről most halt meg. Végül, és befolyás, ja igen, hát ez a Howard Reifernek volt a búcsú bulija. Rabár Feri a fönti, jobb felső sarokban, ez pedig maga Howard, aki utána visszament a Harvardra. És az utolsó, visszamentem a Vitukiba, két év után egyetlen dolgot csempésztünk haza, Dani fiunk használt pelenkái között. Ez a Szolzsenyicinnek az akkor megjelent gulág kötete volt, de hát nem kaptak el vele. Viszont megérkeztünk, másfél évig nem mentem sehova, nem volt útlevele, nem értettem, hogy miért. 30 év után tudtam meg, hogy egy jó akarom írt egy levelet az illetékes elvtársaknak, hogy ő biztos azért jött haza, mert a CIA-nak dolgozik. Mellékmondat, és ettől kafkai az egész környék, mert akkor mi lett volna hülye, hogy hazajön. Na most ez tartott az illetékes elvtársaknak, hogy lenyomozzanak azt a szembelövő részeges könyves mesélte nekünk, hogy nála is jártak, hogy mi hogy viselkedünk, meg ilyesmi. De aztán ez eltűnt, és onnantól kezdve újra kinyílt a világ. A WMO-nak kezdtem el dolgozni, hidrológus konzultáns Thaiföldön, meg Bangladesben, ami hihetetlen érdekes volt, és tulajdonképpen rávilágította a tudásunk korlátaira, hogy nem biztos, hogy nekünk több parcás diffenyeletet kell felírnunk, hanem meg kell értenünk azt, hogy a fejlődő országokban hogyan kommunikáljuk azt, és hogy tudjuk őket segíteni. Akkor elmentem egy pár évre a Waterloo Egyetemre tanítani, Kanadába, meg Svédországba, és végül 89-ben én részese voltam a elszenvedő részese a Bős Nagymaros vitának. Nekem meg volt az egész eléggé karcos véleményem, nem értettem egyet a német kormánynak a hintapolitikájával, és nem értettem egyet azzal a bődületes hazugságáradattal, ami akkor itt történt. Egyszer felhívtak, akkor Vitukinak voltam a főigazgatóhelyettese, felhívtak, hogy lógni fogsz, te büdös bolsi. Hát ennek a hírnek nem örültem meg. A Dani fiam kettes kapott Rice-ból elsős elemista korában, azzal a tanár üzenettel, hogy apád egy hazáruló. Úgyhogy akkor összecsomagoltam a brigádot, és vagy visszamegyek Kanadába, vagy akkor jött egy lehetőség. Megpályáztam egy állást az UNESCO-nál, amit megkaptam. Azóta is lelkiismert furdalásom van, hogy a 250 jelentkező közül 50 közeli barátom volt közöttük, 5, aki a Jaszába kollégám volt, és ezt most hogy mondom el nekik. De végül is ott lehúztam 20 évet, ami hát ugye ez egy kormányközi program, az másként működik, mint ahogy a Jaszán működött, mert ott van egy protokoll, amit követni kell. És amikor lejárt, akkor az ENSZ-nél 60 év volt a nyugdíjkorhatár, még lehetett volna egy-két nagykövetet hátulról simogatni, hogy még egy évet hosszabbítsanak, vagy kettő, de arra nekem nem volt se nyelvem, se kedvem. Úgyhogy megpályáztam egy állást Hollandiában, a Delftben az UNESCO-nak van egy egyeteme, ami a vízzel foglalkozik, főleg fejlődő ország számára.
Csak ott voltam rektor 5 évig, de aztán onnan is el kellett jönni, mert vén fosszília lettem. Aminek azért megvan az előnye, hogy végre nagypapi vagyok. Köszönöm szépen!